Dalos Bogi World of Violence című számát hallhatták. Rutinos versenyzőnek számít Bogi, ugyanis már tavaly és tavaly előtt is itt volt velünk a dal színpadán, és tavaly előtt is mezitláb énekelt. Én nem tudom, hogy most ez sikerült-e elcsípni a nézőinknek, ugyanis nagyon sok füst volt körülötted, hogy most is mezitláb álltál a színpadra. Miért? Talán egy kicsit babona is, másrészt pedig én nem vagyok egy ilyen magas sarkús típusú lány, úgyhogy ezért gondoltam. Szerintem a mai adás után Szűcs Gabi sem lesz az a magas sarkús típusú lány, majd beszélges fel erről egy kicsit. Backstage-ben hátra egy-két jó tanácsot tudsz neki szolgálni. Na lássuk, hogy a zsűri hogyan vélekedett a mezitlábas produkcióról, Piero. Az első másfél-két percben azt gondoltam, hogy megvan, ez az. És aztán ráadásul egy olyan dalról van szó, aminek ez azt is jelenti, hogy nem csak a refrénje, hanem még a verzéje is erős. És aztán elérkeztünk ugye a középrész környéke, és ugye elpukkantak a patronok, és nem pukkant már további patron. Így azt kell, hogy mondjam, hogy még egy olyan dalhoz érkeztünk, aminek egyszerűen érdemes lenne a második felével, a végével csinálni valamit, amitől nem egy ismétlésbe, egy ilyen kicsit ilyen férc munkába visszahajolni, hanem azt érezzük, hogy ez még tudna emelkedni, és ebben a témaválasztás is gyakorlatilag indokolná. Ez volt. Köszönöm szépen. Filip? Üdv újra a dalban. Az a helyzet, hogy nekem ebből a mostani 30 dalból, az idei 30-ból már most van 5-6 személyes kedvencem, ez az egyik. De mielőtt csak a dicséreté lenne a terep, azért hadd mondjak valamit, hogy furcsa az én számból azt mondani, hogy egy atyai jó tanácsot fogadj el tőlem. Ideig jutottunk. Azt mondja, Jenő, vegyél cipőt. Nem egészen erre gondoltam, Jenő. Inkább valami szakmaira. Szóval kétféle dal létezik az én fejemben. Az egyik, ez a Hey Everybody, itt van a party, vagy pari típusú, hát rendkívül mélyen szántó és komoly gondolatokkal operáló dalszöveg. A másik pedig, amikor tényleg valamit akarunk mondani. Ez egy olyan dal, amivel valamit akartatok mondani. Nem kezdem el nyilván sorról-sorra elemezni, hiszen nincs erre időnk. A dal üzenet, ahogy jól dekódolom, az, hogy figyeljünk oda arra, hogy a világban körülöttünk mennyi minden nincs rendben. Csak hogy amikor egy ilyen témához nyúl az ember, azt kétféleképpen lehet megcsinálni. Nagyon komoly költői képekkel, mélyen szántóan, elgondolkodtatóan, és egy picit közhelyesen. És az a baj, hogy az az érzésem, hogy ez most sajnos az utóbbiba csúszott bele. És ilyenkor azért kell vigyázni, mert még ha komoly dolgokról is éneklünk vagy beszélünk, lásd a szépségversenyeken, mikor minden lány bepárásodott szemmel a világbékéről beszél, és mindenki a cipőfűzőjét kötöget és a hasát fogja, hogy nem mindegy, hogy dolgozunk föl valamit. Tehát én a szövegíróknak azért beírnék egy kis mínuszt, ezzel együtt szerintem a dal nagyon jó, Pieróval egyébként részben egyetértek, és még egy utolsó tanács, téged egy egész ország egy fiatal, tehetséges, őszinte kamasztányként ismert meg. Bárki bármit akar mondani, azt mondja Pieró, ne öregedj meg, hát igen, ez egy dolog, maradj olyan, légy szíves. Köszönöm szépen. És akkor most fordítsátok le nekünk, kedves zsűri, ezt pontokra. Ugye tavaly Jenőtől és Filiptől a döntőben 10-10 pontot kaptál, de most meglátjuk, hogy ez a produkció mire volt elég. Piero szokás szerint szörös szívű volt, és szigorú 6 pontot adott. Rúzsa Magdinak is szeretnék látni a pontjait. Nagyon rángatja a fejét Magdi, vacilál, de azért a pontokra nagyon számítunk. És megvan, 8 pontot kapott Bogi. Csiszár Jenő. 7 pont. Filip, tőled is szeretnék látni a pontokat. Én viszont szeretnélek látni a középdöntőben is, úgyhogy ezért... Olyannyira, hogy megvan a 10 pont. Gratulálok. Szép. És akkor most lássuk, Bogi, ne szaladjál. Hál' Istennek mezitláb, úgyhogy nagyon gyorsan vissza tudsz jönni, hiszen a néző így pontozásra is gondolom még azért. Kíváncsi vagy. Na lássuk, hogy hogyan pontoztak a nézők téged. 7 pontot adtak neked, ez eddig a legmagasabb, ezért érdemes volt itt maradni. A nézők 7 pontot adtak Boginak, ez eddig a legmagasabb. Összesen ez azt jelenti, hogy 38 ponttal szaladhatsz le a színpadról, utáslementéhez.